Ahol a jó bogyó terem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. A kup... illetve nem. Elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőkből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki asztrák csálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titus nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó bogyóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titus még sohasem látta az illetőt. Ja. Zöld, ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp evédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Csak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán sáskám táncát látván, kátrány hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő. Felére is. Akkor hát jó bogyószedést. Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást? Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szerencsé, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jó bogyó? Épp mellett állunk, mondta pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Na látod? Mehetnénk is. Felrakták a teli szatyrot a szára, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott. Mikor odaértek, Titus vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé! Mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kufli kupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van. Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titus és pofánka tovább mentek. Megvan, ez lesz az. Állj! Hozzá ne merj nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez! Ne izélj! Ez itt csak egy kupac! Nem kupac, hanem 5371 hógolyó! Egytől egyig én gyúrtam őket! Akkor is kupacnak látszik! Mert alcáztam őket! De nem adok belőle egyetlen egyet sem! Értitek? Ne is álmodjatok róla! Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt! Legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölögve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Elmászom rá! Hát, ha fentről meglátom a mi kupacunkat! Nem látok semmit! Olyan sűrűn hullik a hó! Ekkor váratlanul megmozdult alatta a kupac. Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprektem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kézni rágcsálni való jó bogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral! Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat.
itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva Pofánka és Titusz ott állt barátai között a kufli kupac tetején. Nagy volt az öröm! Miközben rágcsálni kezdtek, Titusz elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak. De mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titusz szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hó. Tegnap hallottam egy találós kérdést, aminek furafejű sárga kufli volt a megoldása. Csodás nyári reggel volt. Bár lehetett volna borús őszi délután is, Pofánka és Valér valószínűleg akkor is pont ugyanúgy hevertek volna álmodozva a kufli kupac tetején. Valér éppen békésen elszenderült, amikor... ezer bocsánat, az én pocim volt, mondta Pofánka és elpirult. Csak eszembe jutott, hogy milyen jó volna enni valamit. Valami fincsit. Hozzak neked vadmarcipánt? Pattant fel készségesen Valér. Az inkább uncsi, mint fincsi. Rázta meg a fejét Pofánka. Valami különlegesre gondoltam. Bolhabombon? Fúj, az meg undi! Fintorgott Pofánka. Csigacsoki? Próbálkozott Valér. Valami incsiklandó kéne, nem ilyen közönséges dolog. Beszélgetésüket hallva előbújt a többi kufli is. Halló, finomságokról beszéltek. Dörmögte izgatottan Zödön. Sajnos csak beszélünk, ahelyett, hogy ennénk valamit, ami különleges, ami nem terem az elhagyatott réten. Vegyük elő zsebrecept könyveinket. Na igen, mert minden kufli tart magánál egy zsebrecept gyűjteményt arra az esetre, ha megéhezne és szeretne főzni magának valami jót. Azzal keresgélni kezdtek. Porcukros pióca! Olvasta Titusz. Majd lett kemészben! Lapozgatott receptkönyvében Béla bá. Vakon virsli. Ez furán hangzik. Így Hilda. Karamellás kavics, olvasta Valér. Ahhoz biztos erős fogak kellenek. Vagy csúska krém. Betűzte Zödön. Nem is tudom. Motyogta könyvébe bújva Fityérc. Ami azt illeti, egyik sem hangzik igazi finomságnak. Sóhajtotta Pofánka. Gyerekek, amit szólnátok egy igazi puff pudinghoz? Így csiklandó csemege. Mondta Fatuskó. És könnyű elkészíteni. Puff, balkész is van. Pont erről kapta a nevét. És tényleg finom? Kérdezte gyanakodva Pofánka. Az nem kifejezés! Azzal a Fatuskó turkálni kezdett az odújában. Kisvártatva egy ákon-bákon betűkkel teleírt, olyan fakéreg darabot nyújtott át a kufliknak. Lássuk csak. Fordítva. Így? A másik irányba. Oké, most jó. 8 evőkanál vadzablis, fél pohár fülvirág nektár, 2 kis kanál darált nyambogyó, egy kevés zebra fűpor, meg néhány cukorbokor levél. Ez tényleg egyszerű. Gyerekek, azért vigyázzatok a mennyiségekkel. Nyugi, több rokonom, közismert szakács. Alig telt el néhány perc, a kuflik elszögdécseltek tányérokért és kanalakért.
Biztos valamivel több került bele a kállát. Az lehetetlen! Tiltakozott sértetten Titus. Talán, ha kihűl, abba hagyja. Reménykedett pofánka. Semmi baj, majd megeszem a felesleget. Zödön egy merőkanállal elkezdte falni a pudingot. De hiába, a krém tovább bugyogott kifelé a fazékból. Ez a puding addig puffad, még a végén az egész rétet elborítja. Elismételnéd még egyszer? Ez a puding addig puffad, még a végén az egész rétet elborítja. Akkor megvan, mi a baj? Csapott a homlokára a fatuskó. Ez egy úgynevezett puffadó puding. Az ilyen puding addig puffad, amíg meg nem kérik, hogy hagyja abba. De nagyon fontos az udvariasság. Akkor kérje meg Béla bá, neki van közülük a legjobb modora. Én megpróbálhatom. Vonta meg a vállát Béla bá. Milyen tisztelt puding! Felettébb hálásak lennénk önnek, ha volna olyan kedves és befejezné ezt a rendkívül látványos, de számunkra felettébb kellemetlen terebélyesedés. A puding erre csiribú csiribá nem nőtt tovább egy kis kanálnyit sem. Hiába, a jó modor csodákra képes. De mit csinálunk most ezzel az elképesztően sok pudinggal? Ennyi pudingra akár az egész rétet meghívhatjuk, ugrándozott lelkesen Valér. Akar valaki pudingot enni? Nem sokára derűs lakmározástól volt hangos a kufli kupac környéke. Soha nem ettem ilyen finom pudingot. Dáreke, ezek szerint mégsem volt teljesen rossz a recept. Nyugtázta elégedetten a fatuskó. Legközelebb valami egyszerűbb különlegességgel is beérném. Bólogatott a fák. De ezt a hangos csámcsogástól már nem hallotta meg senki sem a rétlakók közül. Remélem, hagytatok nekem is. Ó. A kuflik és az akármi. Bágyat őszi délután volt az elhagyatott réten. Egykedvűen sárgultak a füvek. Titus fütyörészve toporgott a kupac tetején. Egy darabig nézelődött, aztán úgy gondolta, körülnéz kicsit a réten, hát ha talál, nos hát, akármit, ami kicsit is érdekesebb a kupac tetején ácsordásnál. Elugrált egy halkan krákogó szivacsbokor mellett, és már épp a csalóka csalitos felé indult volna, amikor belebotlott Fityircbe. No csak, Titus, mert mit keresel erre, ahol a kanyar a kuvik se jár? Nem is tudom, akármit, mondta meg a vállát Titus. Jó helyen jársz, az akármi, az pont erre fele van. Gyere, megmutatom. Miután átugráltak egy vidáman illatozó pomádéligeten, megálltak egy görbe faágakból rót kerítésnél. Akármi. Nyitva reggeltől estig. Oda bent egy mici sapkás baflag üldögélt egy kempingasztal mögött. Szervusz! Megnéznénk az akármi! Jó, hogy jöttek. Ma alig vannak látogatók, mondta a baflag. Négy bicsik bogyó a belépő. Hogy belépő? Tudtommal az elhagyatott réten semmiért sem kell belépőt fizetni. Ez egy kiállítás. Itt kell. Mondta a baflag. Ne idegeskedj! Súgta barátjának Fityirc, majd találomra felszedett a földről négy ráncosra száradt bütyökbogyót, és a baflak kezébe nyomta. Az letépett két láthatatlan jegyet egy nem létező jegytömbről, majd átnyújtotta őket Fityircnek. Az esvény végén, a kőkupac után, rögtön jobbra.
Jó nézelődést! A kuflik végig szögdécseltek az ösvényen, aztán befordultak jobbra, ahogy a baflag mondta nekik. Itt volnánk! Ez biztos? Igen. Nem is tudom. Te milyennek látod? Nehéz volna azt mondani rá, hogy szép, ahogy azt is, hogy csúnya. Valahol a kettő között. Én nem ilyennek képzeltem. Végtére is egy akármilyen lehet. Szerintem pont úgy néz ki, mint egy közönséges rét. Ez biztos azért van, mert ez egy rét alakú akármi. Nem értek hozzá, de én valahogy jobban szeretem a szórakoztató akármiket. Ez csak rajtam múlik. Szólalt meg ekkor a hátuk mögött egy ormányos flömd. Ezt hogy érted? Tényleg, hogy mennyire szórakoztató. Egy akármivel akármit lehet kezdeni. Ez köztudott. Ezzel például mit? Ez egy rét alakú akármi, úgyhogy egy csomó dologra jó. Mondjuk, bukfencezni rajta? Vagy fekvőtámaszozni? Találgatott Titus. Például. És szögdelős elkapdósósat játszani? Miért is te? Próbáljuk ki! A flömd eleinte kicsit lassúnak bizonyult, de aztán belül. Várunkra maradt! Ezt meg hogy érted? Bezárom a kiállítást. Miért nem lehetünk itt akármeddig? Sajnálom, ha ennyire tetszett. Gyertek holnap is. Kár, hogy már is mennünk kell. Idejét nem tudom, mikor játszottam utoljára szögdelős elkapdosósat. Elféléket otthon is játszhatunk. Tudom, de itt most valahogy mégis egészen más volt. A kuflik és a flömd elindultak hát hazafelé. Sajnos ritkán járok a kupacatok felé, pedig tényleg jó lenne gyakrabban összefutni. Nem csak így, kiállításokon. Akkor majd beszélünk, mondta Titus, és elindultak hazafelé. A két kufli jókedvűen szögdécselt a sötétedő réten át. Közben vidáman diskuráltak. De mivel a szél is fütyörészett, távolabbról nem nagyon lehetett érteni, hogy miről beszélnek. Talán erről, talán arról, de a legvalószínűbb az, hogy akármiről. Hilda kalapja. Egy szép napfényes reggelen a földből halvány lila csücsökvirágok dugták ki a fejüket. A távolból egy téli álmából ébredező zacskós borz harákolása hallatszott, a levegőben pedig szédülten zümmögtek az első posztólegyek. Tavaszodik, állapította meg Hilda. De kár, hogy nekem nincs egyetlen csinos kalapom sem. Nem is szoktál kalapot hordani. Na jó, de ha véletlenül mégis eszembe jutna. Kölcsön kérhetnéd Béla bájét. Szerinted hogy állna neki Béla bá kalapja? Kérdezte pofánka. Elég furcsán. Talán mégis jobb lesz, ha beszerzel egy saját kalapot. Kalapot akármiből lehet készíteni. Szólt közbe Zödön, lerakva a fűbe egy zacskó szárított vacspenótot. A nagybátyám például egy üres konzervdobozt hord fejfedőként. De hát neked nincs is nagybátyád. Na jó, nincs. De ha lenne, biztos azt hordana.
És haza zokniból készítenél magadnak egy kalapot? Zokniból csak egy nem túl elegáns sapkát lehetne készíteni. Szerintem nézz körül az elhagyatott réten. Én szívesen elkísérlek. Ajánlkozott Valér. Ó, ez a vidéki élet. Hova, kuflik? Kérdezte kíváncsian egy csíkos csújmász. Kalap alapanyagot keresünk Hildának. Tudok én a réten mindenféle alapanyagról. Akadik kácat alapanyag, maszat alapanyag, kis szerencsével talán még némi malac alapanyagot is találhattok, de kalap alapanyag sokan keresik, így gyorsan eltűnik a rétről minden efféle. Mi azért nézelődünk egy kicsit, mondta Hilda. Átszögdécseltek Valérral egy zöldcserjeligeten, megkerültek egy kiszáradt befőtt bokrot, amikor... Oda néz, mi van ott? Kiáltott fel Hilda, és egy gyönyörű színes kalapot emelt fel a földről. Szerinted hogy áll? Nem rossz, bár egy kicsit emlékeztet a varázsgombák sityakjára, mondta Valér, és elővette egy zsebtükröt. Egész jó. Bár tényleg olyan, mint egy gombakalap, meg aztán szorít is egy kicsit. Sajnos nem az én méretem. Hilda megfogta a kalapot, hogy levegye, ám az nem mozdult. Úgy látszik, rám szorult. Segítenél kicsit? Na-na! Valér húzta jobbról, húzta balról, rángatta előről és cibálta hátulról, de a kalap nem mozdult Hilda fejéről. Látom, van egy kis gubanc. Mi tagadás? Hilda fejére rászorult ez a gyönyörű kalap. Nem csoda. Mi egyebet vártok egy varázsgomba kalaptól? Hihetetlen, hogy velünk mindig valami ilyesmi történik. Nyugi, azért lehet ezen segíteni. Két módszer is van rá. Melyik a gyorsabb? Mindkettő gyors, de az egyik egyszerűbb. Csak el kell mondani hozzá a következő varázsigét. Varázsgomba? Darázsplombát varázsolj a garázsomba. De hát ennek semmi értelme sincs. Azt én kérdés. Viszont ha elmondod, magad is varázsgombává változol. És az mégis miért volna jó nekem? Oly egyszerű! Akkor nem kéne többé levenned a kalapodat. De én nem akarok varázsgomba lenni. Kufli akarok maradni. Ez esetben ugyanezt a varázsigét kell elmondanod csak visszafelé. Akkor már is visszacsinálódik az egész. Így hangzik. Ámba zsárat, nagyon zsárat, ámba zsárat, nem ők zsárat. De én ezt nem tudom elmondani. Tükör van-e nálatok? Persze. Akkor odaadom a varázsige szövegét, bár ami azt illeti, az tiltja a szabályzat. Na ne üssek ő. Tükörből felolvasva könnyebb lesz elmondanod visszafelé. Azzal Hilda kezébe nyomott egy gyűrött papírdarabot. Köszönöm. Nyögte Hilda, és oda tartotta a tükörhöz a papírt. Abmó zsárag, aljó zsárav. Jó lesz ez, folytást. Tábmolb zsárod, abmog zsárav. Ti még el sem indultatok? Vizé, meggondoltam magam. Már nem is akarsz kalapot? Már nem. Rájöttem, hogy mindig összekócolná a kontyomat. Ezt nem értem. Még mindig csak a második fekvőtámasztnál tartok, pedig az imént, mintha már megcsináltam volna, vagy 30-at. Az előbb én is kihoztam az üregemből egy zacskó szárított vacspenótot, és most még sincs nálam. Tavaszi feledékenység. Gyakran előfordul ilyen tájt. És lehet ezt gyógyítani? Fél óra hátra bukfenc, és ismét mindenre emlékezni fogtok. Ez igaz. Dehogy is, most találtam ki. És mi lesz, ha rájönnek? Majd újra elmondod az abmozsárak varázsigét.
Végül is egy ilyen szép tavaszi nap akárhányszor elkezdődhet, mondta Valér, és ebben bizony igaza volt. Na, azt tudja, nem várom meg, hogy újra elkezdődjön ez a rész. Sose mász be tokafába. Olyan vidám reggel volt, hogy az még az elhagyatott réten sem mindennapos. Fütyörésztek a füvek, vigyorogtak a virágok, kacaráztak a kukacok, heherésztek a hernyók, somolyogtak a sáskák, és így tovább, és így tovább. Pofánka és Valér egy kerektisztáson játszottak páros passzolgatót, még a többiek, nos, ők fent lustálkodtak a kufli kupac tetején. Most én jövök! Remek rúgás! Nevetgélt a fa ágai között egy pápa szemes nyíkó. Nem szép, hogy gúnyolódsz! Most mászhatok be a labdáért! Szerintem neted ráncos tokafába bevászni olyan, mint kőbékától tudakolni a pontos időt. Kiszámíthatatlan. Össze-vissza beszélsz! Rántotta meg a vállát Pofánka, és beugrott az üregbe. Az odúban sötét volt, mint egy denevér orrában. Ha-ho! Ha-ho! Pofánka megkereste a zseblámpáját, és felkapcsolta. Aztán csodálkozva körülnézett. Hú, mekkora árnyékom van! Na! Ja, hova lett? Szia! Ha-ho! Ha-ho! Hé, aludni szeretnék! Bocsi! Mennyi minden potyog bele egy ilyen üregbe? De érdekes árnyék! Szerbusz! Hú! Te ki vagy? Sikkantotta ilyetten Pofánka. Az odomám hokája angyalom. Válaszolta az ismeretlen. Inkább olyan cickány félének nézel ki. Vannak cickány szerint a mókák is, te drága. A labdámért jöttem. Terelte másra a szót Pofánka, és kiemelte a kacatok közül a gumófocit. És akkor most megyek is vissza labdázni a barátommal. Azon csodálkoznék, aranyom. Ez egy ráncos tokafa. Innen sosem juthatsz vissza. Ugyanodat. Vagyis ugyanoda talán, igen? De sosem ugyanakkor. Most viccelsz? Az efféle odukban másképp múlik az idő. Egyszer így, egyszer úgy, te drága. Ezt nem értem. Na viszlát, én megyek, mondta Pofánka, és kiugrott az odukból. Odakint körülnézett. Valami furcsa volt. Nem is valami, hanem minden. Hát te meg ki vagy? Pillantott le a fáról a pápa szemes nyihók. Nem emlékszel? Az előbb másztam be ide a labdámért. Vagy úgy. Nem tudod, hová tűnt a barátom? Hogy tudnék bármit is valakinek a barátjáról, akit most látok először? Jó, kérdezek mást. Sóhajtott Pofánka. Hogy lett itt hirtelen ilyen hideg? Az előbb még nyár volt. Na igen. Csak közben bent voltál az odúban. Hiába, ott mindig összekuszálódik az idő, és aki belemászik, az késni vagy sietni kezd. Vagyis most valamikor azelőtt van, hogy Valérral elindultunk labdázni? Lehet, esetleg. Azután. A fene tudja. Én a helyedben visszamásznék aztán újra ki. Hát, ha akkor pont jókor leszel itt. Már is itt vagy, tündérként. Nem vicces. Inkább mondd meg, hogyan tudok pont jókor visszamenni a rétre? Azt sosem lehet előre tudni, angyalom. Próbálkozni kell. Próbálkozni. Kezi! Mondta mérgesen Pofánka, azzal ismét kiugrott az üregből. Hát ez nem sikerült! Még rosszabb! Juuu!
Ez ismerős, de mégsem az. Nézd körül, pofákra. Hát, ha fent... Ez sem hasonlít arra a délutánra. Még egyszer megpróbálom, aztán feladom. Sosem szabad feladni, kedveském. Sosem. Végre! Ugrott fel Valér a fatövéből. Már attól féltem, soha többé nem jössz ki onnan. Én is azt hittem, pihegte pofánka, és úgy bámult a barátjára, mintha álmodna. Valami furcsa van rajtam. Az a furcsa, hogy itt vagy. Sóhajtotta, és Valér nyakába borult. Nincs ebben semmi különös. Akármeddig várnék rád, ha kell. Jaj, Valér, az akármeddig elég furcsán néz ki egy tokafa odúból nézve. Azzal gyorsan barátja kezébe nyomta a gumófocit. Folytassuk inkább a passzolgatást, mondta, és felugrottak a fűből. Csak távolabb a fától, ha kérhetem, szólt rájuk a pápa szemes nyihók. Aztán látva, hogy a két kufli rá sem hederít, megvonta a vállát, és előhalászott a táskájából egy újabb szalámis szendvicset. Hát ezt nem hiszem el. Oh,